A sátoralja új helyi szennyvíztelep több mint 15 ezer ember elhasznált vizét dolgozza fel naponta. A rendszer elavult, ezt régóta tudják a fenntartók, ezért is várják már annak a bizonyos közel 7 milliárd forintos beruházásnak az elindulását, amelyel új technológiai berendezések kerülhetnek be a rendszerbe. A Zempléni Vízmű Kft. szolgáltatási területén több szennyvízhálózati fejlesztési pályázat indult el. Sárospatak, Cigánd és a Bodrogzugi hasonló beruházások mellett a sátora új helyi a legnagyobb. A telep korszerűsítése az egyik legnagyobb kívánalom. Emellett komposztáló telep, iszap kezeléssel összefüggő technológiai fázis is ide kerül kivitelezésre a helyben. És ezen belül azért még, ez csak a szennyvíztelepet érintő nagy program. Ezen túl még van, ugye a városban mindenki szokott találkozni, főleg nagy, csapadék, erős csapadék ö, intenzitásnál, hogy mi történik a városban. Tehát a szennyvízrendszert, amelyik 100 éve, pontosabban 128 éve már ö, egyesített rendszerrel megy le a szennyvíztelepre, az ez a program, ez legalább 15 km hálózatépítést jelent. Ennek a megvalósítása szintén ö, ennek a programnak a része. A munkálatok szinte az egész várost és a csatolt település részeket, de még Mikóházát és Alsó Regmecet is érintik majd. A pályázat konzorciumi partnerei ezek a falvak. A 15 kilométernyi szennyvízhálózati építkezés nagy része csapadék és szennyvíz elvezető rendszer szétválasztása lesz. Ez útbontással és számos lezárással is jár majd. Az Empléni Vízmű Kft. lesz a kiépített új rendszer kezelője, ezért szeretne részt venni a kivitelezésben is, leginkább a technológiailag pontos munkát igénylő feladatokban, mondja az igazgató. A szakmailag legnehezebb munkát vállalnánk el, pontosan amiatt, hogyha elkészül a mű, akkor a Idegen alvállalkozókkal nagyon nehezen tudunk boldogulni üzenvitel alatt, hogyha nem mit csináljuk, akkor tulajdonképpen garanciális és szavatossági időn belül könyörögni kell nekik, hogy vissza visszajavítani. Na ezt ki akarjuk védeni azzal, hogy ezt mi bevállaljuk, magunkra vállaljuk, és ezt végig fogjuk csinálni, hogy a szolgáltatás biztonsága fönnmaradjon. Ennek nyilván az a, az a hátsó, idézőjelben mondom, hátsó szándéka, hogy a rendkívül nagy társaságot érintő, Különleges adó, különadó terhelésekből tudjunk valamit veríteni, és a jövőbeni stabilitásunk jobban fönnmaradjon, vagy biztosabb legyen. A beruházással azt remélik, hogy olcsóbb és hatékonyabb lesz a szennyvízhálózat fenntartása a városban.